A Yanomami indiánok életéről tartott előadást Marco Roland tegnap este a Megyasztai Házban. A hobbi fotós februárban 6 napot töltött Venezuelában az Amazonas vidékén, az őslakó törzs falujában. Az élménybeszámolón a civilizációtól mentes, természetközeli népkultúrájában nyerhettek betekintést a résztvevők. A fotósnak régóta szenvedélye az utazás. Ez alkalommal az indián törzs megfigyelése által szerzett élményeit osztotta meg a nagy közönséggel. A kalandos kirándulás tapasztalatainak tanulsága Marco Roland szerint az, hogy az érintetlen törzseket nem szabad háborgatni. Ez elég friss utazás, februárban jártam ott, idén februárban. Az utazás az 3 hét volt, elég nehéz, illetve hosszú volt megközelíteni ezt a törzset. Nagyon sok mindennel találkoztam, nagyon sok mindent tapasztaltam, olyan dolgokat is, amire nem is számítottam. Én azt gondolom, hogy az utazásom leginkább talán arról szólt, hogy szabad-e háborgatnunk, illetve mennyire kell a civilizációnak nyitni a feléjük, illetve hogy ők mennyire akarnak felénk nyitni. Egy 6 fős nemzetközi fotós csoport tagjaként utazott Roland Latin-Amerikába. A 6 nap alatt tragédiákkal is szembesültek a szenvedélyes utazók. Ott tartózkodásuk alatt tuberkulózis áldozatául estek többen a törzsből. Elég sok mindent fogok érinteni a mindennapjaikról, hogy nőnek fel. Ők elég érdekes szabályok szerint élnek, ha lehet ilyet mondani. Egy dolog, amiről úgy félve fogok beszélni, de itt most megemlíthetem, az, ahogy már említettem, korábban valaki behurcolt oda egy olyan betegséget, ami fatálisnak bizonyult, és hát szörnyű élményeket kellett átélnünk. A hobbifotós a következő hónapban újabb élménybeszámolóval készül az érdeklődőknek.